Címvédőként vág neki az NB2-es szezonnak az MMTK, ugyanis a Szalkaiak nyerték a legutóbbi bajnokságot, viszont nem vállalták a szereplést a magasabb osztályban. A Vakas Krisztina által irányított együttesnél nem volt jelentős változás, Sigér Dóra és Árnyas Petra távozott, helyükre Mátra Völgyi Gerda és Kis Gabriella érkezett. Mellettük olyan fiatalok készültek a felnőttekkel, akik később hasznára lehetnek majd a csapatnak. A július végén kezdődő felkészülés elején napi 3 edzés volt a programban, aztán a rajt közelettével csökkent a tréningek száma. Az MMTK részt vett egy hajdúböszörményi tornán is, a szakemberek szerint a megerősödött bajnokságban pedig a dobogót célozza meg a címvédő. Nagyon bízom abban, hogy ez a csapat, ahogyan tavaly befejezte, egységes csapat, egységet képviselve, most ugyanazokat a lehetőséget és erényeket már összecsiszoltan be fogja tudni mutatni itt a hazai közönségnek és idegenben is, ahhoz méltóan, mint egy bajnokcsapat, illetve céljaink között, elvárásaink között a bajnoki dobogó szerepel. Hát aztán ez, hogy milyen éremmel párosul, nyilvánvalóan mi azt szeretnénk, hogy a legfényesebbel, de ezt meglátjuk majd a bajnoki szezon végeztével. A Máté Szalkai MTK szombaton annak az Úznak az otthonában lép pályára, amely ellen 7 gólos győzelmet aratott az előző szezon zárófordulójában. A cél ezúttal is a 2 pont megszerzése. Természetesen győzelmet várok a csapatomtól. Meglátjuk, hát a hosszú út, ugye, de az első mérkőzésen hál' Istennek ezt letudjuk. Én mindenképpen győzelmet várok a csapatomtól. A megyei érdekeltségű csapatok közül a nyitófordulóban a Kölcsédi eset Iszolvárosba látogat, a Vitkelse pedig a Debrecen második csapatát fogadja.